a Pilates torna a 19. század óta létező testformáló módszer, amely hazánkban sokáig nem volt ismert. A mozgástechnikát a német Joseph Hubertus Pilates fejlesztette ki, és kontrollnak nevezte el, azonban mindenki csak Pilates tornaként emlegette, így ezen a néven terjedt el később. A Pilates torna kezdetben Európában nem talált nagy népszerűségre, így a mester kiment Amerikába, ahol rövid időn belül számos követője akadt. Ez a fajta mozgástechnika sokáig a sztárok alakformáló módszere volt. Magyarországra 18 évvel ezelőtt Szőke Marianna hozta el Amerikából, és a Pilates torna ma már Nyíregyházán is elérhető. Kortól, súlycsoporttól nemtől függetlenül bárki számára ajánlott a Pilates, nagyszerű eredményeket érhetünk el, mint a rehabilitáció terén, mint pedig alakformálás terén. Elsősorban gerinc tornára is alkalmazzuk, illetve a hölgyek, hogyha fogyni szeretnének alakot formálni, akkor arra is nagyszerű. A módszer egyfajta átmenetet képez a nyugati és a keleti mozgáskultúra között, ötvözve a keleti jóga jótékony hatásmechanizmusát a nyugati kissé erőteljesebb, dinamikusabb mozgásritmikával. A Pilates torna elsősorban a hát- és gerincpanaszok, reumatikus és ízületi betegségek esetén jelent hatékony segítséget, de rendszeres gyakorlással erős, szálkás izomzat is felépíthető a gyakorlatok alkalmazásával. A speciális feladatok révén a has, fenék és csípő tájék átformálható, feszessé tehető.